Azt gondolom, hogy sokan láttunk már akár egy vagy több embert, leginkább talán 40 év felettieket két speciális bottal a kezükben sétálni, gyalogolni, és mintha ennek a gyaloglásnak is meglenne a maga technikája. Hogyha ilyen embereket látunk, ők bizony éppen a Nordic Walking sportágat űzik, mert hogy ez egy sportág, és talán már így is azért sokan hallottak róla önök közül, és talán egyre népszerűbb is lesz az országban. A Nordic Walkingról a folytatásban pedig dr. Oravec Éva házi orvossal beszélgetek. Évának szívügye, hogy még több lelkes, botos gyalogló legyen hazánkban. Üdvözlöm, Éva, és nagyon köszönöm, hogy időt szán erre a beszélgetésre. Köszöntöm. Én is üdvözlöm önt is, és aki hallgat minket, és nagyon szívesen beszélek a Nordic Walkingról, hiszen valóban szívügyem és mindennapi tevékenységem. Engem először egyébként az érdekelne, hogy honnan is ered ez a sport, és mikortól beszélünk Nordic Walkingról, mennyire kell régre visszanyúlni? Hát ez tulajdonképpen a nevében is benne van, szó szerint északi séta, északi népektől származik, és hosszú ideje már évtizedek, talán évszázadok óta művik, de nálunk Nyugat-Európában is csak pár tíz éve gyakorolják. Arra az időszakra nyúlik vissza a Nordic Walking nálunk, hogy 2013. szeptemberében alakult nálunk egy Lajos Komáromban egy egészségfejlesztési iroda, és akkor elgondolkoztunk, hogy hogy is töltsük ki ezt az iroda működését tartalmasan, és akkor merült fel, hogy fogjunk be a sportolásba olyan korcsoportokat, akik eddig gyakorlatilag ilyen téren passzívak voltak, tehát ahogy mondta 40 éven, de inkább azt mondom 50 éven felülieket, akik háziasszonyok voltak, vagy dolgoztak, és mellette itthon kertet műveltek, de tulajdonképpen semmi szervezett sportban, semmi szervezett tevékenységben nem vettek részt. És egyébként az is eszembe jutott, hogy vajon miért inkább az 50 év feletti embereknek a sportja ez? Mi lehet ennek az oka? Mert hogy egyébként a fiatal testnek is nagyon jó mozgás ez. Igen, csak a fiatalok nagyon sok mindent tudnak csinálni, nagyon sok lehetőségük van, nagyobb mozgásokkal, nagyobb erőkifejtésekkel, mutatósabb eredményekkel járó sportra, mint az idős embereknek, akik esetleg már évtizedek óta nem sportoltak, fájnak az ízületeik, nehezen mozognak, és itt saját ritmusok szerint végezhetik, nem eredmény centrikusan ezt a mozgást. És akkor térjünk rá arra, hogy milyen eszközök kellenek akkor egészen pontosan ennek a sportágnak az űzéséhez. Mit kell tudnunk ezekről a botokról, és miért elengedhetetlenek az edzéshez, mert hogy én ezt olvastam. Na most azt mondom, hogy ehhez a sporthoz két dolog kell, ezek a botok, amik speciális túrabotok, tehát nem azonosok a hegymászó botokkal, annál rugalmasabb botok, kettő darab, és azon kívül pedig nagyon jó cipő, sportcipő. Igen. Ez nagyon fontos, a cipő, és hogyha ez a kettő megvan, akkor már csak meg kell tanulnunk a mozgásformát, amit mi tulajdonképpen 6 hónapig szakoktatók segítségével gyakoroltunk. Kalambos László és felesége Bettiket tanítottak. 12 foglalkozásunk volt 6 hónapon keresztül, amikor megtanultuk a technikáját tulajdonképpen ennek a mozgásformának. Az örömét is. Mit kell tudnunk a technikáról? Ugye mondta, hogy 6 hónapon keresztül sajátították el. Ennyire nehéz egyébként ezt elsajátítani? És gondolom, hogy arra is nagyon kell figyelni, hogy utána szabályosan végezzük ezt a gyaloglást. Nem tudom, hogy lehetnek-e akár mondjuk negatív hatásai, hogyha nem megfelelően végezzük. Talán negatív hatásai nem lesznek, de hatástalan, ha nem megfelelően. Uh-huh. Egy megfelelő testtartással kell végezni, kell tudnunk használni a botot. Nagyon fontos, hogy a botot hogy használjuk, és nagyon fontos az, hogy rájöjjünk ennek a mozgásformának az ízére, és megszeressük tulajdonképpen a botnak az a jelentősége, hogy tehermentesítjük az ízületeinket, és teljesen átmozgatjuk a törzsizmait is, tehát azzal, hogy gyalogolunk, nem csak a lábunkat, gerincet veszük igénybe, hanem a törzsünk izmait is teljesen a ritmusos karmozgásokkal teljesen átmozgatjuk. Én orvos létemre azt mondtam, hogy most tudom tulajdonképpen, hogy amióta a Nordic Walking, hogy hol vannak a mély hátizmaim, mert éreztem most őket. Igen, igen. Ez volt az egyik része, ami tulajdonképpen nagyon tetszett a sportban, másik pedig az, hogy közösen végezzük.
Igen. Tehát nagyon ritka az, hogy egy ember megy nordic walkingozni, általában csapatban, és ha csapatban vagyunk, beszélgetünk mindenfélét, tehát azok az emberek, akik eddig semmi társas összejövetelen nem vettek részt, vagy társas mozgalomban, azok most összegyűltek szabadban, mozognak jó levegőn, megmozgatják az izmaikat, és közben pedig beszélgetnek, pletykálgatnak napi eseményekről, mit főztünk, hogy vagytok, világeseményei, minden előkerül. Közösség alakul ki. Igen, tehát ez nagyon, nagyon fontos, a közösségépítő jellege. Lehet egyébként lassabban edzeni, és akár zsírégető edzést is folytatni? Mert hogy én látok olyanokat, mondjuk itt a városban is, akik lassabban gyalogolnak, és egészen gyorsan tempós gyaloglásokat is látok. Na most ez nálunk is így van, hogy vannak, akik gyorsan mennek, akik azt mondja, hogy egy óra alatt 5-6 kilométert legyalogolnak, mások pedig kényelmesen sétálnak. Megválaszthatod az ütemet a saját testednek, kívánságodnak megfelelően. Igen. És bármilyen terep alkalmas egyébként az edzésre, mert hogy városon belül sokakat látok így edzeni, de Lajoskomáromban vannak ugye Nordic Walking pályák is. Igen, nekünk van szabályos pályánk, és mi megyünk hegyen, völgyön. Hát a városi nem a legjobb, ugye részben a szennyezett levegő, másodpróbában pedig az, hogy csak betonon tudnak, tehát kemény talajon járnak. Mi lehetőleg nem kemény talajon, hanem erdei talajon megyünk. Hát dombocskáink vannak, ugye a Tolnai dombság itt van a szomszédban, hegyre föl, hegyre le, és akkor ez megint csak nagyon jól igénybe veszi a szervezetünket, az izomzatunkat is, de nagyon jól a keringésünket is nagyon jól rendbe tartja. Igen, még ezt akartam kérdezni, hogy még milyen pozitív előnyei vannak, mert hogy itt már sok mindent felsorolt a doktornő, de hogy biztos, hogy még azért ez a felsorolás, ez még hosszú lehet. Hát még apró dolgokra, tehát egyszer az, hogy szabad levegőn mozgunk, egy meghatározott mozgásformát követünk, amit ha jól csináljuk, akkor nagyon jól megmozgatjuk az izmainkat, nagyon jól igénybe vesszük a légzőrendszerünket, szívünket, az érrendszerünket edzük, izmaink másképp viselkednek utána, és amellett, hogy megfelelő hangulatban, tehát kikapcsolja az ember az élet dolgait, csak azzal figyel, hogy most gyaloglok, és lelkileg is, szellemileg is nagyon jó hatású. És én még egyébként azt is olvastam, hogy a Nordic Walking kiválóan alkalmas a műtétek utáni rehabilitációra is. Hát ez természetes, ahol az orvos azt javasolja, hogy mozogjon, akár azért, hogy a mozgás szervei rehabilitálódjanak, akár kardiális rehabilitációra, az nagyon jó. Tehát sok intézet, ahol szív-érrendszeri rehabilitáció folyik, ott nordic walkingoznak is. És említette ugye, hogy nordic walking szakember szükséges ennek a sportágnak az elsajátításához, tehát hogy ők tudnak segíteni. Mennyien vannak egyébként ilyen szakemberek az országban? Tehát, hogyha valaki mondjuk az ország egyik pontján kitalálja, hogy ő szeretne egy ilyen klubot alapítani, vagy egyáltalán ő maga szeretné ezt elsajátítani, viszonylag könnyen talál a közelben valakit, ilyen szakember? Biztos, hogy interneten már talál. Mi szerencsések voltunk, mert itt a közelünkről származó galambos családot megtaláltuk, és ők segítettek. Azért érdemes oktatóval kezdeni, mert ha ő megtanítja a megfelelő mozgásformát, és megfelelő bemelegít, akkor a sérüléseket elkerüli, ugye, mert azért ebben se lehet csak úgy beleugrani, hogy most elindulok, és eddig semmit nem csináltam, aztán most legyalogolok 5 kilométert. Így van, tehát nagyon fontos a bemelegítés, és gondolom akkor a fokozatosság tényleg, ahogyan említette is. Bármilyen korban el lehet kezdeni? Van egyáltalán felső korhatár? Mert hogy nyilván vannak olyan sportok, amiket már egy bizonyos kor felett nem ajánlanak, hogy most nincs, vágjunk bele, de akkor ez nem ilyen. Nincs, mert mindenki akár melyik életkorban el lehet kezdeni, és utána hát a saját ritmusában, amennyire terhelhetőnek érzi magát olyan ritmusban, tehát itt nincs teljesítménykényszer, olyan ritmusban és olyan gyakorisággal végzi, amilyen az ő teste megkíván. Igen, és önök Lajoskomáromban milyen gyakran szoktak összejönni, mennyire hosszú edzéseket szoktak folytatni, mi az, ami jellemző, és gondolom, hogy azért télen is van erre lehetőség, mert hogy azért most már azok a telek elmúltak, amikor mindent folyamatosan hó fed. Persze, tehát jó télen is felöltözünk, meg jó cipőnk van.
amit az elején is mondtam, az nagyon fontos, hogy jó gyalogláshoz megfelelő sportcipőnk legyen. A falunkban 30-40 ember van, aki rendszeresen megy. A rendszerességet azt jelentem, hogy hetente legalább háromszor, de van, aki 6-7-szer, és körülbelül 20 ember még, aki időnként gyalogol. Kis csoportokban járnak az emberek, baráti körök alakultak ki, már szükségletté alakult. Igazi életforma most már, ugye? Igen. Nagyon érdekes, azt vettem ki a szavaiból, hogy a Évának nagyon fontos a mozgás, és nem csak a Nordic Walking, mert hogy amikor megbeszéltük, hogy mikor fogunk interjúzni, akkor az Éva mondta, hogy 5 órára megy tornára, addig jó az időpont. Tehát önnek nagyon fontos a mozgás, és mint orvos gondolom ajánlja is, hogy bármilyen korban fontos, hogy a mozgást beiktassuk az életünkbe. Igen, mindenképpen, és el kell árulnom, hogy én évtizedekig semmit nem sportoltam, néha-néha bicikliztem, de az sem sportszerűen. Semmit nem sportoltam, talán egyetemista korom óta is, az már nagyon régen volt, és most pedig rendszeresen, ha tehetem, akkor naponta gyaloglok, hetente egyszer-kétszer megyek szintén az idősek tornájára. Úgy érzem, hogy így jól tudom karban tartani a testemet. És a testkarbantartás azért a szellemre is kihat, tehát... Igen. Hogyha már az időskorról beszélgetünk, azért nem elhanyagolható a táplálkozás sem. Tehát a kettő mindenképpen összefügg egymással. Falun élünk, általában mindenkinek van kertje, hát nekem nincs, de az asszonyok kertet művelnek, a baromfit már kevesebben tartanak, de hát mindenképpen arra törekszenek, hogy egészségesen táplálkozzunk. Tehát nem eszünk gyors ételeket általában, hanem főzünk, és friss ételeket fogyasztunk, gyümölcsöt, zöldséget, amennyit a pénztárcánk megenged. Így van, és ugye gondolom a szezonalitás is nagyon fontos, hogy ami éppen abban az időszakban megterem, itt a mi éghajlatunkon, ahhoz nyúljunk, és azt fogyasszuk. Ez a körforgás. Nézd, ami megterem a kertbe, azon dolgoztunk, nevelgettük, azt meg kell enni, azt kidobni nem lehet. Tehát igen. Amikor megterem, akkor megesszük. A Nordic Walking vagy Sky Walking, magyarul skandináv gyaloglás, síjárás vagy bocsport, sokan északi gyaloglásnak is mondják, egy sportág, amelynek a lényege, hogy két speciális bot és egy különleges gyalogló technika segítségével hatékonyan, ugyanakkor kímélő módon fejleszthető az állóképesség, az izomerő, a mozgáskoordináció. Betegség műtétek utáni rehabilitáció után is nagyon jó a Nordic Walking, illetve azt is fontos elmondani róla, hogy igazából bármilyen korban elkezdhető, nélkülözhetetlen kellékei viszont a sportágnak a speciális botok. A Nordic Walkingot az előzőekben dr. Oravec Éva házi orvos mutatta be nekünk, aki nem mellesleg a Lajos Komáromi Nordic Walking Klub alapítója, és nagyon szeretné, hogyha ez a sportág minél népszerűbb lenne hazánkban. Reméljük, hogy a vasmegyeiek érdeklődését is sikerült felkeltenünk.